Szép napot, barátom! A Hagia Szófia bizánci építésű hajdani keresztény bazilika felé tartok felhőszárnyát. Egy áldást szeretnék küldeni innen minden embernek. Legyen keresztény, muszlim vagy zsidó. Olyan áldást, amely a különböző vallások hasonlóságára épít, és nem megkülönböztet. Olyan áldást, amely a Szentlélek közvetít színtől és fajtól függetlenül mindenkinek. Áldást, amely lemossa bűneinket, áldást, amely kifényesíti örök lelkünket. A bizánci volt nagy templom felé tartok. Régen nem volt hozzáfogható méretű templom az egész korabeli világban. A nagy templomot II. Konstantinus építette egy kisebb templom helyén. Olyan 360-ban lett átadva. Az épületet Eudoxius pátriárka szentelte templommá. A következő évszázadokban a politikai és pártharcok, a gazdasági nehézségek okozta pénzhiány hagytak nyomot az épület állagán. Hol leomlott, hol felgyújtották, hol kifosztották. A 15. századig 23 természeti csapás okozta kárt, szenvedett el ez az épület. De mintegy 1000 évig a Hagia Szófia volt a konstantinápolyi patriárkus székhelye. A latin császárság idején a keresztesek római katolikus templommá alakították. 1261-ben a bizánci birodalom restaurálásának hitányaként görög seregek foglalták vissza. Fénykorában a templomot 80 pap, 150 diakónus, 60 aldiakónus, 160 olvasó, 25 kántor és 75 kapus szolgált. Második Mehmed, a hódító 1453. május 29-én foglalt el. Konstantinápoly, és vele együtt a nagy templom. Elrendelte, hogy muszlim imaházzá alakítsák át. Meg kell mondani, a török uralkodók nemzeti kincsüknek tekintették a templomot, és annak megfelelően ápolták, karban tartották. Tudjátok, esővel érkezek. Azzal az esővel, amely élteti földünket, és áldás a száraz földeknek. Lemossa a port, és elmossa a sok vért, amely a lelkünket portozza. Mi is esők vagyunk, és esendők vagyunk. Esendőségünkbe megújulunk, és nem csak megtisztítunk, de meg is tisztulunk. A nyugati bejáraton megyek be. Itt egy régi mozaika kapu előtt. Konstantin császár és első Justinianus császár a műveikkel tisztelegnek Mária és a kis Jézus előtt. Pater Noster, Quies in Celis, Sanctificetur Nomen Tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ahogy belépünk a nagy templomba, látunk hatalmas fából készített pajzsokat. Ezt a 19. században rakták fel oda. Sicut et nos dimittimus, debitorimus nostris. Az első prófétákat, dicsőítő feliratok olvasható. Itt tentáció nem szent liberra. Béke rájuk. Et Filii, et Spiritus Sancti, in aeternum. Amen. A kupola hatalmas és angyalok őrzik.
ott hátul az apszis. Az apszis kupolájában Szűz Mária a gyermek Jézussal. Priesi Silis, Santificetur Momentum, Adveniat Regnum. Az apszisban egy mihráb. Mihráb a mekkai kába szentély és egyben az imádkozás irányát jelző fülke. Ez itt egy csodálatos aranykapu, ami a régi oltár helyén van. Az aranykapu két oldalán hatalmas bronz gyertyatartók állnak, amelyet első Szulejmán 1526-ban Buda első török megszállásakor több más a budai várban és templomokban található értékkel együtt Konstantinápolyba szállítatott. Ezek a gyertyatartók több mint 400 éve ugyanazon a helyen állnak, ahova első Szulejmán annak idején állította őket. Oldalukon török feliratok hirdetik első Szulejmán nagyságát. Gyulladjatok meg, gyertyatartók! Hirdessétek Isten dicsőségét! Sok egyisten hívő megfordult már. Van, aki még a lelkét is itt hagyta. Imádkozzunk értünk, és imádkozzunk mindenkiért. Az imádkozás kapcsolatot teremt Isten és ember között. Tartsátok be az imádkozást, és álljatok áhítatosan Isten ellen. Az elrendeléskor Isten az imádkozást a boldogulás és a boldogság útjává tette. Boldogulnak a hívők, akik imádkozásukban alázatosak. Aki betartja az imádkozást, az az ítélet napján fényé és menedékké lesz az imáiban. Az ima Istentől, a Szentlélektől. Isten ott van mindenütt. Ha veszel egy lélegzetet, ott van. Ha kinyitod vagy becsukod a szemed, akkor is ott van. Ott van álmaidban, és ott van a jó cselekedeteidben. Isten hatalmas, a lelkek összessége, a világ mindenségnek testesítője. Magasztos vagy, ó Isten, az irántad való hála által áldott, áldott a te neved, magasztos hatalmad, nincs más Isten rajtad kívül. Áldott a te neved, áldott a te lelked, áldott minden, mi benned és veled. Isten a könyörületes és irgalmas nevében. Dicsőség Istennek, veled szolgáljuk lelkünket, hozzád fordulunk segítségért, vezess minket az egyenes úton. Szent áldás kísérjen. Az az áldás, amelyet latinul Benediktónak nevezünk. Jelenti a boldogságot, jólétet, gyarapodást. Az isteni kegyelem kívánása. Az áldás egy ima. Kegyelemért. Az áldás lehet kérő és szentelő. Az áldáson kegyelem kérő imádság. A jámbor szokás kísérje szavaim. Az Isten akarata még a természet rendjét is megváltoztatja egy áldással. Szívből jön, és szíveket talál meg. Lélekből jön, és lelkeket talál meg. Lelket talál meg, mely így az áldáson keresztül is kapcsolatba kerül. Kapcsolatba kerül az isteni lélekkel, az isteni erővel. Áldásom küldöm minden jóval, értékessel és igazzal. Áldás minden emberi életet teljessé, boldoggá, széppé tevő, jóvá tevő áldással. Áldalak benneteket azzal, hogy növekedjetek békében és gazdagságban, elismertségben, biztonságban, szeretetben, harmóniában.
Áldásom küldöm mindenkinek a gyógyulásra és a megújulásra. Áradjon az áldás, Isten gazdagsága és hűsége, Isten ereje, vigasztalása, Isten öröme és irgalmassága. Áradjon az áldás, hogy azzá légy, akinek ő szeretne látni téged, hogy teljesítsed azt, ami küldetésként rád bízott, és Isten öröméből élj. Áradjon az áldás, hogy növekedjél az ő szeretetében, hogy életed belesimuljon terveibe és szándékaiba, és Isten támaszod legyen minden nehéz pillanatban. Áradjon az áldás, és felismerd őt mindenben, ami emberi, törékeny és töredékes, hogy megmutathasd őt emberségedben, és áldás légy sokak számára. Járjon veletek a kegyelem ma és életed minden napján, és töltse be szíveteket Isten nagy békességével. Bárki vagy, bárhol élsz, és bármit hiszel, megtalál az áldás, amelyben létezel. Áldott lélekben áldott lélek, boldogság és öröm néked. Esővel jöttem, esővel távozok, a szél elvisz, kísérnek angyalok, a felhő álmomban szállok, szépre, szeretetre rátalálok. Szél fújt messziről, szél elragad, áldott szeretet soha nem tagad, áldásom kísérjen téged utadon, legyen veled az őrangyalom. Spiritus Sancti, in eterno. Amen.